védekezésünk volt most már sokadszor sokkal jobb, mint a támadó játékunk. Tehát 15-20 fölött hagyunk ki a kapussal szembeni helyzetbe. Ez mi utazhatunk itt 6-800 kilométert, meg foghatjuk bármire, de ez nem kifogás. Tehát oda kell figyelni és koncentrálni kell. A mi szintünkön ez elvárható, és én ezt jogosan el is várom a lányoktól. Tehát ennyit nem lehet hibázni büntetlenül, mert egyszer lesz olyan mérkőzés, amikor bizony megbosszulja magát. Nem volt könnyű meccs, már csak azért sem, mert hosszú volt az utazás, ez viszont benne van a játékban, a Békés Csaba pedig nagyon jól játszott az első fél időben. A mi játékunk szerencsére sokat javult a második fél időre, fel tudtuk gyorsítani a játékot, és ennek köszönhető, hogy el tudtunk lépni. Itt egy kicsit talán mindig nyögvenyelősebbek a mérkőzések, viszont a második fél idő szerintem tökéletesen sikerült.